2015 utolsó olimpiai kvalifikációs viadalán a legrangosabb Grand Slam-en, a Tokiói Kano kupán 8 magyar judós indult, és közülük harmadszor sikerült egynek magyarként érmet szerezni emne a tornán, ő pedig 57 kilóban Karakas Hedvig, aki a bronzal már nagyon közel van Riohoz, egyébként, hogyha a kvótáját számolgatjuk, hát őt kérdezzük egy hónap japáni edzőtáborozás után itt van. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ö, nem untad még Japánt? Nem mondtam, igazából megszoktam. Tehát egy hónap az bőven elég arra, hogy az ember túl legyen a nehézségeken, meg a honvágyon, és, és igazából megszokja a környezetet. A munka miatt nagyon le voltunk fáradva, úgyhogy nem mondtam, hogy a végén az eredmény miatt meg boldogan jöttem haza. Egy hónap alatt a zsúdó hazájában hány havi munkát lehet elvégezni? Hát én úgy számoltam, hogy körülbelül egy fél évnyi küzdelmet leküzdöttem ott egy hónap alatt, Ugye minden nap volt egy judoedzés, ami, ami főleg küzdelmi edzés volt, nem technikai, és iszonyatos mennyiségű küzdelem volt, amit, amit meg is csináltunk. Tehát akkor ez olyan szempontból meg egy paradicsom volt számodra, hogy annyi jó ellenfelet találtál folyamatosan, igaz? Hát aki bírja, annak paradicsom, de azért ezt, ezt elég nehéz bírni, igen. Mit fáradt el leginkább? Hát egy hónap alatt így mindenem, tehát végigmentem mindenen, de, de szerencsére a versenyről tudtunk pihenni, tehát okosan csináltuk, nem nem kifáradva mentünk oda, és, és így úgy érzem, hogy nagyon sokat lökött. Sérülések most nem fenyegettek, elkerültek? Nem azt mondom, hogy nem fenyegettek, meg, meg voltak, voltak kis problémák, főleg, a, hogy a Abu megsérültem, megsérült a, a borda közé és az az elején még kicsit gátolt, de azt is így túlvészeltem, úgyhogy viszonylag most sérülésmentes volt, igen, a tábor. Na és akkor odaértél a végén a finishba erre a bizonyos Kano e, Hogyha azt nézzük, hogy ez a bronzérem mire elég, e, és most nem csak a kvóta számolgatás, mert tényleg jól állsz benne, hanem az, hogy benned e, e, mekkora értéke van ennek. Ezt mondhatjuk azt, hogy nagyjából kikövezte most már ezt a Rióba vezető utat? Hát úgy gondolom, hogy nem, nem szeretnék hátradőlni, de, de nagyon örülök a teljesítménynek is, meg a pontoknak is. Ö, én úgy voltam vele már ott a tábor végén, hogy én érzem magam, hogy nagyon sokat fejlődtem, és nagyon jót tett a tábor, kíváncsi voltam, hogy ez olyan versenyen kijönne, vagy nem, és megmutatkozik el érembe, ugye Párizsban ötödik lettem, ott nem sikerült a bronzérem, pedig ott is már nagyon közel voltam hozzá, és, és most ez a, az a bronzérem ez meg is nyugtatott, ad egy kis önbizalmat, és egy kis plusz önbizalmat, és nagyon jó keretbe tettem szerintem az évemet, úgyhogy... Úgyhogy motiváltan kezdem a felkészülést a jövő évre. Na most ezen a versenyen világbajnokot, világranulista vezetőt is sikerült legyőznöd, a francia rivális egyedül nem. Ez a bronzéremhez milyen erőny erényeket kellett leginkább elővened és mozgósítanod magadból? Hát fejben nagyon koncentrált voltam, és nagyon, nagyon nagy lett az önbizalmam attól, hogy ennyi mennyiségű küzdelmet megcsináltam. És szerintem ez volt az, hogy nyugodt voltam, koncentrált is, és tudtam, hogy mit akarok, és azt is, hogy el is tudom érni. Tehát hogyha te mondjuk itthon készülsz előtt egy hónapig, akkor sokkal kisebb esély lett volna ennek az eredménynek az elérésére? De én úgy érzem, hogy igen. Uh -huh. Tehát hogy ez, ez fejben és a küzdelmekben. Na most ez, ugye, ez egy érdekes kérdés, mert hogy hazai konkurencia. Neked olyan nagyon nem kell a hazai konkurenciával számolni. Ez egyrészt persze adhat a felkészülésben anyagi biztonságot, hogy te vagy akkor a helyi ebben a súlycsoportban, aki megkap mindent pénzpalipát, fegyvert, de ugyanakkor meg ez a mindennapos partner meg nagy hiány, nem? Igen, hát ez nagy hiány, ugye ennek két oldala van, hogy a, hogyha két erős ember van egy súlycsoportban, akkor azok húzzák egymást uh -huh. és versengenek Nem egymással. Nem bánnám, uh -huh. sokszor elgondolkozok rajta, uh -huh. hogy, hogy jó volt, hogy amikor Backó Berni volt a súlycsoportomban, akkor ugye én nőttem végül is fel rá, de, de ő volt olyan vetétárs, aki. Akire felnéztem, és úgy voltam vele, hogy na, szeretnék elé kerülni, és szerintem az sokat segített akkoriban. Uh -huh. Úgyhogy mindenképpen szerintem jó, hogyha egyik szempontból jó, másik szempontból meg ugye egy biztonságot ad, hogy hazai vetértárssal nem kell, nem kell még küzdeni, elég a sok külföldi. Na de az meg, hogy a sok verseny kell hozzá. Na most akkor azt mondhatjuk, hogy a kvótád az nem kérdés, azért kezeljük ezt a kérdést így. Viszont nézzük meg azt, ami ennél fontosabb, ha a kvóta megvan hogy, hogy kiemelt leszel hogy ennek milyen jelentősége lenne az olimpián, hiszen ugye ott kéne lenni a világranglistában végig az első nyolcban, igaz? Igen, hát nyolcban kell lenni, most ez a, ez a, következő cél, hogy, hogy kilencedik vagyok most, azt hiszem, úgy kell, igen, kilencedik vagyok most, és, és a nyolcban nagyon szeretnék bemenni, mert ugye akkor kiemelt leszek az olimpián, és akkor valószínű, hogy első meccsre kicsit, kicsit könnyebb ellenfelet kapok, Ö, van még egy, egy lyukas helyem, ugye 5, 5 plusz 1 eredmény egy, egy évben, és van még egy lyukas helyem, oda szeretnék még egy Grand Prix vagy egy Grand Slam érmet, remélem minél fényesebbet, és akkor úgy gondolom, hogy talán bekerülhetek. És akkor ő a nyolcva. Na most, hogyha megnézed most a súlycsoportban a, a vetétársakat, a riválisokat, ö, függetlenül éppen a világon is találásától, hanem tudás alapján, a, a, hova teszed magad? Szóval azért azt nem tudom, azt, hogy azt állíthatjuk, hogy azért 6-ba tutira benne vagy? Hát úgy gondolom, hogy az 57 az nagyon erős, tehát ö, nem, nem állítom azt, hogy a hatba benne vagyok, vagy nem vagyok benne, ezt nem lehet így felmérni. Ö, 1056 ponton van azt hiszem, és még így csak a 9 vagyok, és a mögöttem lévőknek is ezer körül vannak a pontjai, úgyhogy tényleg nagyon szoros a verseny, és és ez is azt mutatja, hogy, hogy mennyire sűrű az 57, úgyhogy nem, nem tudom azt mondani, hogy most benne vagyok a 6 vagy nem, ezt így nem lehet mérni. Hát azt viszont tudjuk mondani, hogy Rio az számodra életkorban is minden szempontból egy tökéletes pont vagy csúcspont lehetne, igaz? Igen, így érzem én is. Te is úgy érzed, és hogy ez a itt és most, szóval most kéne megcsinálni érzés van benned, igaz? Igen, van bennem. Uh -huh. Na hát, ha viszont azt megnézzük, hogy ebben kik lehetnek a fő konkurensek, ismerve magad, a stílusodat, a mások tudását, gondolva egy francia hölgyre, gondolva a japánokra, akkor ez hogy néz ki? Hát én úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődtem a, az előző olimpia óta, hogy a sérülések is nagyjából rendeződtek. Szalavuk rendben. Hát ami, ami megvan, az rendben van, ami nincs, az meg nem is lesz, de azzal az nem foglalkozok. Hát nem, nem tudom, mi volt a kérdés. Hát igazából visszatérve arra, hogy franciák, japánok, ja, tehát hogy, hogy, a, hogy a fő konkurensek. Ha egy nagy eredményre törekszel, már pedig arra törekszel ott az adott nap minden eldől, tehát uh -huh. ezt így nem lehet seki számolni, hogy az embernek kivel kell mennie, kit kell legyőznie, próbálok majd mindenkire felkészülni, egyelőre van olyan ellenfelem, van olyan akit uh, még nem győztem le, és még nem is jöttem rá arra, hogy uh, hogy tudom legyőzni, de ezen már dolgozunk, már például ez az egyik lány az ilyen a uh, Portugál Monteiro, akit uh, ugye már megszorongottam a, a párizsi gránclemen, de még mindig nem tudtam legyőzni, úgy érzem, hogy hogy ott is még próbálgatni kell dolgokat, és ö, van még pár ellenfelem, aki, akivel ezt ugyanúgy végre kell hajtani. Akkor ti a sokat videóztok is? Ö, majd elkezdem ma, ma, még egy A magad nem. dolgait is, meg az, meg az ellenfeleket is nézitek gyakran? Hát táborokba főleg. Uh -huh. táborokba. Uh -huh. Tehát, hogy mozgása trükkjeit, aki ismerni a. Hát próbálgatjuk, hogy mi a, mi a gyenge pontja. Na most, mi lesz itt a következő hónapokban a jó olimpiai szereplő, ez neked a kulcs, mert ugye az, hogy te egy szorgalmas versenyző vagy, szeretsz dolgozni, ez úgy nagyjából közismert. Van itt egy másik része, hogy a mentális erősödés folyamatosan. Erre kell még, még többet rápakolni? Inkább azt mondom, hogy folyamatosan szinten kell tartani. Uh -huh. de, de most sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, és, és egyre jobban magabiztos, magabiztosnak. Uh -huh. Hogyha, mert az ember a győzelemből, vereségből is tanul, hogyha visszamegyünk a Kánon kupára, akkor azon elgondolkodtam, hogy mi hiányzott volna az, hogy mit megnyerjed ezt a versenyt? Igen, hát ugye volt a, a négy közé a mérkőzésem a francia lányjal, ott kaptam egy intést, ami, ami én úgy gondolom, hogy nem volt jogos, plusz ő is vétette olyan hibát, amiért nem kapta meg az intését és ez emiatt kicsit összezavarodtam, és nem azt a, azt a munkát folytattam, amit, amit előtte, és ami, ami, arra vezethetett volna, hogy esetleg megnyerjem. Még ezeket kell kiküszöbölni szerintem, hogyha kapok, vagy, vagy meccs közben jön egy olyan zavaró tényező, vagy egy, vagy egy intést, talán, amit, amit nem tartok jogosnak, akkor az ne zavarja össze a munkán. Ki. Igen. Uh -huh. Bírókra lehet egyébként készülni, mondjuk, hogyha az ember egy nagy versenyre gondol, jelesül az olimpiára? Hm, én nem szoktam a bírókra készülni, és a foglalkozni nagyon velük. Úgy gondolom, hogy, hogy azon úgy se tudok változtatni, amit ők meg fognak ítélni, és ezzel együtt kell élni, el kell fogadni. Próbálom a saját munkámat végezni minél jobban. Ö, hát ugye a végén kanyarodjunk vissza erre a nagy eredményre. Ö, az nyilván érem, vagy akár még több is, szóval aranyérmen gondolkozol? Nem, ö, hát majd riúban, igen, persze. Ö, Szeretnék nagyon egy érmet, aznap dől el szerintem, hogy hogy ki milyen formában lesz ki, hogy kell fel, ugye ez nem az a verseny, amikor a, amikor a legjobb, legjobb nyer, főleg judóba, nagyon, nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, és nagyon ilyen pillanatnyi mm -hmm. dolgok döntenek, de persze szeretnék. Nekem mennyire van szeretnék, kész, végül azt kérdezem, mennyire van kész a recepted arra a bizonyos napra, hogy arra hogy kell kelni, vagy abban mi a legfontosabb? Szerintem az a legfontosabb, hogy ne csinálják semmit máshogy, mint egy, mint egy átlagos versenyen, mint egy, egy bármilyen más világkupán, vagy Feltunk kisebb versenyen. Feltudni a hétköznapnak. Igen. Uh -huh. Hát akkor Hidi, sok sikert neked, meg jó felkészülést. Ezek jó alapok egyelőre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.